Köszöntök mindenkit a Ferencváros Paksó Tibiban, még a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. A hagyományra megfelelően elsőként a vendégek mesterét Tomislav Szilicsot. Jó estét kívánok! Azt gondolom, hogy visszolgáltuk a közönség, amit így értem a meccset előtt, hogy biztos, hogy egy jó meccs lesz. Ferencváros jobb volt első félidőben, mint jobb volt a második félidőben. És azt gondolom, véglegesen eredmény igazságos. De amikor van 3 perc hátra és vezetünk 2-1, akkor van egy hiányérzésem. Azért, mert azt mindenféleképpen meg kell tartani. Megcsináltuk a hibát, koncentráció. A leesett egy picit, és kaptunk ezt a gólt, de még egyszer mondom, azt gondolom, hogy eredmény igazságos. Volt egy nagy taktika csata, egész végig. Első fél időt próbáltam meglepődni a Radics, az nem sikerült, az nem is készültek, a Máté Csabi nagyon jól ismeri a csapatot, és persze, hogy készült, mire lehet várni, és akkor második fél időben meghoztam egy harmadik variációt, ami nagyon bejött, de a kollégám, a Mr. Ricardo Muniz, nagyon reagált az én lépésemre, ő is az a tette. Szóval volt egy érdekes sakk partiú. Azt gondolom, hogy élveztetek a meccset. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A Ferencváros vezetőedzőt, Ricardo Muniz, kérem, hogy mondja el a gondolatét a mérkőzésről. Máté csak lesz a segítség fel a fordításban. Hát ő is úgy gondolja, hogy ahogy a kollega is mondta, hogy igazságos eredmény született. De eerste helft hebben we als lichtpunt gezien dat hij net goed voorbeeld zich gewonnen heeft. Az első félidőnek szép momentum volt, ahogy Jones fejlődött, fejlődik hétről hétre. Dat is zeer positief. De variant met Somalië als spits kwam er niet uit. Tehát az a variáció, hogy Szomáliával játszott egy középcsatát, az igazán nem jött be. Tehát egy csapatnak a minőségét meghatározza az, hogy hogy játszik elő. Tehát nem volt igazán jó napjuk a csatáraikra, a támadóiknak. Már nekem nincs az állat, hogy twee half, door gebrek aan discipline, bij de toeordening, bij de oordeling, discipline. De akkor is nagy kár, hogy a második fél időben két ilyen fegyelmezetlenség után, a pontrugás után gólokat kapunk. Daarom brengen we in de wedstrijd, en het is een uitstekend voetbalploeg, het is een goed voetbal. Tehát tudtuk azt, hogy ez jó játszó csapat az ellenfél. En omdat ze steeds vrij van komen in het middenveld, gingen wij terug uitlopen. Megtalálták a szabad embert a középpályán, tudták birtokolni a labdát. Mi pedig egy kicsit hátrébb húzódtunk, mint amennyire szerettünk volna. Na, én a verget én nem mondta, hogy az a makkoló szituáció, szóval jó volt a tréning. És így jönnek az ilyen szituációk, hogy a labda egyre többet van a kapu előtt, amiből ugye gólok is születtek. Az a tegeszlan, hogy két gólok is született. Tehát a második fél időben Paks többet tudta birtokolni a labdát, ez döntő volt. Na, azért nem is az erre az előre, már egy utolsó spektrum, hogy a kultat még nem tartunk ott, ahol szeretnénk, de minden tiszteletet megérdemel a csapat azért, hogy a ellenfél vezetése után ki tudtunk egyenlíteni. És így ott vagyunk tovább a vizsgálatban.